Főz a város, főz a megye, a Főispán étteremből köszöntöm nézőinket. Mai vendégünk Ihász Kornélia, aki Dunaföldvárról érkezett. Kornélia, hogyha a végzettségedet tekintve szeretnélek bemutatni, akkor azt kellene mondanom, hogy élelmiszer menedzser vagy, és tulajdonképpen ebben az esetben ez meg is állja a helyét, ugyanis egy családi vállalkozásban dolgozol most, ami nem más, mint egy pékség, ám azonban különleges pékség. Olyan szempontból, hogy a nézők között is bizonyára vannak, hiszen ma, ha jól tudom, akkor Magyarországon 1 millió a száma a liszt érzékeny betegeknek, és a ti pékségetekben nekik külön készül friss, finom pékáru. Mióta van ez így, és hogyan jött ez az irány? Édesapám 2 éve kezdte el kifejleszteni a gluténmentes termékeket. Ez olyan indítatás volt, hogy volt olyan alkalmazottunknak, akinek a feleségének elég sokára tudták megállapítani, és egyszerűen nem tud olyan terméket vásárolni, ami ízre is jó legyen, és állagra is sokáig eltartható legyen, megfizethető áron. És ezért elkezdte kifejleszteni a termékeket, amiből végül is novemberben kezdtük el jobban gyártani, szóval eddig tartott a fejlesztés, most folyamatos a gyártás és a fejlesztés, ami egyre jobban, ugye egyre többféle termékeket gyártunk, van olyan, ami gluténmentes, van, ami gluténtej, tojásmentes, és van a PKU-soknak, aki fehérje szegény, fehérje érzékenységbe szenved. Nagyon érdekes dolgokat mondtál, ami ugye annak az embernek, aki nem küzd ezzel a betegséggel, nem mond semmit. A mai adásnak pont az lesz a célja, kedves nézőink, hogy a lisztérzékeny betegeknek is be fogja bizonyítani Kornélia, hogy bizony otthon is el lehet készíteni a kenyeret, lehet csinálni olyan finomságot, ami egy főételnek a része is lehet akár. Szóval mire szeretnéd ma Kornélia legfőképpen irányítani a nézők figyelmét? Hát én szeretném a kenyérre, hogy otthon hogyan lehet elkészíteni a kenyeret, normális sütőben, nem a pékségi körülmények között, és fánkot szeretnénk még sütni, amit ugyanabból a porból tudunk megcsinálni. Mi ez a por? Mert azt hiszem mindennek az alapja ez. Igen, hát végül is ezt fejlesztettük ki, úgyhogy ami gluténmentes, 4 féle só, por, cukor, élesztőt és vizet, tejet, tojást kell hozzáadni. Ebből el lehet készíteni a kenyeret, akár ha kell, akkor zsemlét. Lehet belőle készíteni fánkot, nokedlét, mindenféle szinte, ami az alapvető, más egészséges embernek az alapvető élelmiszereibe vagy a sorába beletartozik, azt ebből meg lehet sütni otthon. Na, lássunk hozzá, Kornélia, hogyan kezdjük, és én közben természetesen faggatlak azért. Végülis ebbe a porba menne a minden, hát kivéve, amit felsoroltam. Mi jelent az a minden? Hát úgy, hogy az a lényeg, hogy az a 4 alkotóelem benne van, amit nem tudnának, ebből a 4 alkotóelemből 2 lehet megvásárolni boltokba. És ebből ugye a másik 2 nem tudják, nem kapható, csak ugye nagy felhasználóknak, és ugye ezt mi úgy kísérleteztük ki, hogy ez a 4 benne legyen, a többit viszont hozzá kell rakni. De hogy látszik is, minimális kell hozzá, jobban inkább a folyadék az, amit többet fel tud venni, mert kell hozzá, végül is egy ilyen csomagból lesz egy 400 g-os kenyér. És amit bele kell rakni, minimális, mert kell bele 5 g só, egy kenyérhez 7 g élesztő, 6 g porcukor és egy pici tojás. 1 deci víz és 2 deci tej, és ebből lesz egy kenyér. Kornélia, mi a legfőbb mondani valója annak, hogy aki ilyen betegséggel küzd, otthon magának meg tudja csinálni a kenyeret? Azért te gondolom nagyon sok olyan emberrel találkoztál már, akit érint ez a betegség. Mi az ő legnagyobb problémájuk? Hát az, hogy egyszerűen nem tudják megsütni, mert olyanok a céllisztek, vagy olyan maga a termék, hogy még több alapanyag kell hozzá. Szóval nem elég az, hogy megveszi a lisztet és tesz bele sót, élesztőt, porcukrot, hanem még kell hozzá még burgonya, akár kell hozzá többféle liszt, és ez miatt célszerű vagy jó a mi lisztünk, hogy ahhoz nem kell annyi mindent más hozzáadagolni. Mert ugye az nem lehet kis mennyiségeket venni, és ezáltal az összegbe is olcsóbb. Vagy hát jobban jön ki az ember, hogyha ugye kicsi mennyiségeket, vagy nem kell, só mindig van otthon, cukor mindig van otthon, általában élesztő is van, víz is és tej is. Tojás is minden háztartásban van, szóval majdnem csak megveszi ezt a port, és abból otthon elő tudja állítani. És Kornélia, ezeknek a betegségnek mondjuk a tünetei? Ha mondjuk valaki, nem tudom, aki nem ehet, normál kenyeret eszik, azzal mi történhet?
Hát végül is, akinél kialakul a lisztérzékenység, az általában úgy szokott kezdődni, hogy végül is a bélbolyhai hát eltűnnek, sérülnek a gyomrából, sérülnek, és egyszerűen az történik vele, hogy amit megeszik, az nagyon gyorsan távozik a szervezetéből, folyamatosan lefogy. Egyre több az a jel, ami arra mutat, hogy lisztérzékeny valaki, végülis ezt egy célzott vérvizsgálatból megállapítható. Ha ott már valamit észrevesznek, akkor jön utána a gyomortükrözés. Amúgy külső jele szinte semmi. Szóval ez nagyon, meg az, hogy nagyon sok orvos ugye azt mondja, hogy még ez gyerekkori betegség, közben ez nem, ez bármelyik életkorban kialakulhat. Akár velünk is. Akár velünk is, mert van olyan néni, aki 66 évesen lett lisztérzékeny. És már megette a kerényeire javát, és mégis kialakul, szóval ez egyszerűen nem lehet így előre kideríteni. Most ugye közben, ami talán aki otthon szokott néha kenyeret vagy keltésztát készíteni, már ismerős, hogy igen, a tejben ugye felfuttatjuk itt a célesztőt. Itt annyi, hogy nem kell feltöltetni. Ja, nem kell pont. Szóval ez hideg ráéreztem. Víznek és hideg tejnek kell, hogy legyen, mert nem kell benne felfuttatni, ez ebbe valamilyen szinten a segítség, mert ha valaki felfuttatja, először mi is próbálkoztunk, és nem. Ez annyira más jellegű tészta, ez azért nem olyan egyszerű megsütni. Azért nincs is, hogy minden pékség ezzel foglalkozna, mert ugye térben, időben el kell, hogy különüljön a maga a sütés. Igen, már bocsánat, hogy közbevágok, ne feledd szavad, az is érdekes volt, ahogy te ehhez beöltöztél, hogy tényleg én jártam már nálatok, és ott is teljesen steril minden olyan körülmények között, hogy még véletlenül se keveredjenek a dolgok, az anyagok. Igen, mert nem szabad, szóval ez annyira külön kell, hogy kezelje az ember, hogy teljesen külön. Szóval itt nagyon oda kell figyelni, mert hogyha kettő találkozik, abból egy olyan lesz, hogy allergiás tünetek kijönnek, akár kipöttyösödik a gyerek, felnőtt, mindegy, aki eszi. Ez nagyon veszélyes is lehet, ez a betegség? Mondjuk, attól függ, hogy milyen fokú. Uh-huh. Mert hogyha valakinek nagyon súlyos, akkor az hamarabb, vagy hát ha mondták már, akik vásárolnak, azok tudom mondani, hogy mondták, hogy a gyereknek nem vették észre, nem tudták, mi baja, nem tudták, ide-oda küldözgették, mire egyszer véletlenül ezt megnézték, és az volt, hogy jó, hát akkor ez, de addigra már majdnem ott volt a vég, mire kitalálták a dokik, hogy megcsinálták a vérvizsgálatot. És hát hogy fogadnak benneteket, Kornélia, termékeiteket? Ugye én, amit eddig nagyjából a betegségről tudok, az, hogy hát igazából pár éve, egy pár évtizede inkább úgy mondom, ismerték fel, kezdtek el vele foglalkozni, és nem lehet azt mondani, hogy a pótló élelmiszerek azok a toppon lettek volna. Tehát többnyire nagyon drágák voltak, és most nem volt jó minősége. A drágaság az most is megvan sajnos, mert nagyon drága. Ezek az emberek, akik ilyen betegségbe szenvednek, vagy hát nem betegségnek nevezik ők, állapotnak, vagy diétázniuk kell valamilyen szinten, azoknak nagyon drága az élelmiszer. Annyi, hogy elvileg a TB, én úgy tudom, támogatja a kukorica keményítőt, ami egy alapanyag nekik, de hát abból még meg kell otthon sütni. De az összes többi tényleg nagyon drága a végtermék. És mi ezt próbáljuk valamilyen szinten, hogy megfizethető áron, jó minőséget, ami meg otthon is el tudja készíteni, hogyha nem is akarja megvenni, akkor otthon meg lehet sütni. Ha jól tudom, akkor a Budapesti Allergia Központ lecsapott rátok, és ők viszik, forgalmazzák hát a terméket. Ővelük állunk a szerződésben, aki végül is forgalmazóként számít, mert ő árusítja a termékeinket postai úton, és egyéb más, akár aki a boltba bemegy és vásárol. És ugyanúgy gyári áron lehet tőlük is megbeszerezni. Na, egy kicsit térjünk vissza a tésztához, mi történt eddig, és mire kell eztán figyelni. Hát először is a porhoz hozzáraktam a sót, azt egy kicsit el kell keverni. A tejbe feloldottam a cukrot és az élesztőt. Csak feloldottad, ugye erről beszéltünk, nem felfuttatni. Utána ugye a tojást hozzátettem a porhoz, és utána hozzáöntöm a tejet, és most elkezdem keverni, kb. 8-10 percig. A keverést követően mikor megfelelő állagú a tészta? Hát olyan 8-10 percet kell keverni, és olyan nokedli állagúnak kell, hogy legyen. Mert mint látszik is ragad. Azért is vagyok valamilyen szinten kesztyűben, mert így védem a terméket, meg védem magamat tőle. Kényelmes. Ez egy hasznos, praktikus tanács lehet egyébként. Különböző sütéseknél azt hiszem el lehet kerülni. Mi történik eztán? Hát utána
mi végül is, amiben sütjük a formát, bármilyen fém formába bele kell tenni a tésztát, és elkezdhetjük megkeleszteni. A kelési idő körülbelül az egy óra. Most ezt lehet így is, hogy belerakjuk simán, vagy úgy akár, hogy kimérjük, akkor fél kilót kell belerakni. Tehát itt már tulajdonképpen az alkotói szabadság, ki milyen formájú kenyeret szeretne. Igen. Azt azért én még kérdezném, Kornélia, nem tudom, hogy ezzel a lisztérzékeny betegek hogy vannak, hogy ugye mostanság nagyon-nagyon divatosak a különböző magvak a kenyérbe, a nem tudom... Bele lehet tenni. Minden mehet? Hát amire nem allergiás. Az már nyilván mindenki... egyéne válogatja, és igen, ezt tudják. Tehát ebből is lehet magvas kenyeret csinálni. Lehet, mert akkor olyan tesz bele. Csak meg kell nézni, hogy milyen az a mag. Szóval honnan van. Tényleg nem olyan gyártott-e, ahol van allergén is. Mert hogyha egy vonalon készült, akkor az allergénnek számít. Szóval az is, hogyha mondjuk olyan üzemben, ahol buzalisztet is foglalkoznak, akkor ott már nem biztos, hogy célszerű azt a terméket belerakni. Kornélia, mik voltak a visszajelzések? Tehát most már azért egy bizonyos idő eltelt, apukád folyamatosan végzi a kutató munkát, tehát próbál fejleszteni, még több árut a piacra hozni. Mit szóltak a vevők, az érintettek, amikor találkoztak esetleg veletek, vagy a termékek után, nem tudom, írtak egy köszönő levelet például? Van, igen, volt több visszajelzés, akár telefonon, akár... személyesen. Végül is a táplálékallergia centrumból folyamatosan jönnek a visszajelzések, ami úgy zajlik, hogy akár ha véletlenül valami probléma van, vagy valakinek felvetése, hogy mit lehetne még javítani. Mindig volt egy receptversenyünk, ahol végül is a recepteket vártuk, hogy küldjék be, hogy ők már mit tudtak belőle sütni, ugye, mert a háziasszony, akinek tényleg ilyen betegségbe szenvednek, ők azért máshogy állnak hozzá, mint mi. Mármint ő nekik naponta kell, szóval nálunk ugye, meg ő nekik ugye egymás között ők beszélgetnek, és megvan az, hogy ki mit süt, neked mi, hogy sikerült, miért sikerült így. Például a Szekszárdi Kórház is hozott le port, és ő nekik sikerült kenyérsütőgépben is sütni, nekünk nem, mert ugye nálunk azért mi nagyobba kell, hogy süssünk. Abba még nem sikerült, de abba is meg kell próbálnunk, hogy tényleg egy olyan kenyérreceptet tudjunk adni, ami mindenhez jó. Szóval mindenben meg lehessen sütni, akár akinek sütőbe, vagy nem sütőbe. Ugye a kenyérről áttérünk a fánkra, hiszen most itt te azt mutatod nekünk, Kornélia, hogy ebből a tésztából ugye egy csapásra két legyet is lehet ütni, hogy így mondjam. Elkészülhet egy kenyér, és lehet belőle egy fánk. Itt semmi más nem történik, mint hogy kiformázod a kis formákat, és hát ugyanúgy gondolom én, hogy egy jó órát pihentetni kell. Hát igen, ez végül is adja, hogy milyen a hőmérséklet, hogyha melegebb van, ugye hamarabb, ha hidegebb, akkor tovább. De ugyanúgy a folyamat ugyanaz, mint a normális fánksütésnél. Ugyanúgy le kell takarni, ugyanúgy keleszteni kell, ugyanúgy olajba sütöm ki, minden ugyanúgy. Kornélia, neked ebben a munkában mi a legfontosabb? Te ebben a pékségben dolgozol, ilyen termékeket készítesz, mi a legfontosabb? Hát, hogy végül is mindenféle vevőt ki tudjunk szolgálni, ne csak a hagyományos termékeket, evőket, így fogalmazva, hanem aki különleges táplálkozást kíván, azt is. Ezek mellett végül is nekünk van még ilyen élesztő nélküli kenyerünk is, aki ugye a kandida betegségbe szenvedőknek. Végül is törekszünk arra, hogy hagyományos ízekkel, adalékanyag nélkül dolgozunk. Mert ez annyi adalékanyagot megetetnek velünk mindenféle termékbe, hogy megpróbálunk minél kevesebb adalékanyaggal dolgozni, ami nem könnyű, mert minden változik, ahogy változik a gabona, ugyanúgy kell a technológiának hozzá alkalmazkodni. Végülis én a fejlesztéstől kezdve mindenben benne vagyok, szóval egy olyan átfogóan, ha kell, mindent csinál az ember, szóval valamilyen szinten ugye a szakmám. Van-e valami, ha már a fejlesztéseket említetted, amin te gondolkodsz, amin te dolgozol? Hát most az a valamilyen szinten legkövetkező állomás, hogy a lisztérzékeny és cukorbetegeknek terméket kifejleszteni, mert ő elég sok van, mert társbetegsége lehet a lisztérzékenyeknek a cukorbetegség. És abba kellene valamit lépni, csak nagyon nehéz, mert a szénhidrát tartalmánál nagyon oda kell figyelni, hogy mennyi van a termékben.
Megkelt tehát a tésztánk, és a kenyér az bekerült a sütőbe. Mennyi ideig kell sütni, Kornélia? Hát olyan keleszteni kell 60 percig, sütni olyan 75-80 percig kell, 210 fokon. Akkor igazán finom kenyér. Hát itt a nézők meg velünk láthatják azt, hogy a fánk hogy készül el, de mielőtt azért tovább lépnénk, azt mindenképp tisztáztuk, ugye, hogy ez a bizonyos por segít elkészíteni ezeket és egyéb más termékeket. És mondtad is, hogy ez attól különleges, hogy van benne valami, ami nehezen beszerezhető. Hát mi van ebben, mert ezt végül is nem tisztáztuk. Végülis két anyag, amit könnyen be lehet szerezni, az a kukorica keményítő és a kukoricaliszt. A másik kettő, ami végül stabilizátor anyag, ami végül a sikért helyettesíti, az a guar gumi és a xantán. Ez végül is egy speciális, az egyik az természetes, a Szent János kenyér maglisztből van a guar gumi, a másik az egy végül is egy mesterségesen előállított ilyen sikérjavító. Uh-huh. És ez a veleje? És ez a, igen, ez a négy végül is az összetétele a pornak. Na, visszatérve a fánkhoz, Kornélia, hát azt hiszem, hogy fánkot már mindenki sütött, de ennek az a különlegessége, hogy ugyanolyan finom lesz, mint a normál fánk, hogy így mondjam. De ezeket a termékeket lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Kornélia, amit én még szeretnék megkérdezni, hogy mondjuk ti egészségügyi szakemberekkel konzultáltok-e, az egészségügy mennyire kíséri figyelemmel a ti munkátokat, vagy éppen a tanácsokat? Hát dietetikusok, végülis a táplálékallergia centrumban vannak dietetikusok, akik minden nap majdnem ott segítenek a vásárlóknak, és ővelük tartjuk jobban a kapcsolatot, akik tudnak segíteni abba, hogy mit célszerű és mit nem, vagy hogyan. Ők ugye ebben a szakterületben hát otthon vannak, hogy mit, mivel, hogyan. Akár a PKU-soknak végül is őket kérdeztük meg, hogy célszerű-e, milyen, mennyinek kell lenni a szénhidrát, a fehérje tartalmának. És végül is ők segítenek minket a munkánkba. Amikor voltam nálatok, akkor beszélgettem apukáddal, akkor ő azt mondta, hogy ami a legnagyobb probléma, hogy a különböző termékek között az édességeket nem sikerült még igazán kifejleszteni, az édes pékárunk dolgozik ő. Van-e valamiféle előrelépés? És hát nem véletlenül kérdezem, hogyha jól tudom, mielőtt eljöttél otthonról már egy sikerrel, gazdagodott ismét a vállalkozás. Igen, mert ma készítettük először a pité, ilyen meggyes pitét, mégis gluténmentes meggyes pite. Lesz több mint valószínű a neve is, mert ez még nincs meg, de több mint valószínű. És hát hál' Isten elsőre sikerült szinte. És ez is abban lesz, hogy ha még szerencsénk van, akkor a szénhidrát tartalma is kevés, és akkor így a cukorbetegek is többet tudnak belőle fogyasztani. De az még ezután jön, hogy ki kell számolni a tápanyagtartalmát, az energiaértékét, a szénhidrát, fehérje, zsír. És ahogy ez meg lesz, utána lehet azt mondani, hogy igen, ez egy teljes termék és fogyasztható. Árát azt még sajnos nem is tudom ezáltal. De egy biztos, ami jellemző rátok, hogy próbáltok az elérhetőség határain belül maradni, azt hiszem, hogy ezt nem árt hangsúlyozni. Kornélia, mennyire kísérletező kedvű a család? Tehát mondjuk mit lehet mondani, hogy mik azok a különlegességek, ami a lisztérzékeny betegeknek már egyfajta csemege, vagy akár mindennapi étel lehet? Hát ami végül is hoztam is belőle a sajtos, ami parmezán sajt van a termékben, az hát jobban a sós felé megy, és ezáltal, hogyha valaki csak otthon éhes és szeretne enni egy sós süteményt, és nem akar elkészíteni, akkor azt végül is megeheti. Van ilyen, ami kisebb zsemlénk, a falat és a csavart. A másikok végül is, még azon is most fogunk talán kísérletezni, ami így sós termék és ízletes. Azt jó, egyszerűbb a sósat kikísérletezni, mint az édeset, hogy a cukortartalom, az élesztő és az egész, a tészta nem olyan, mint a sima tészta. És ezt úgy kell elképzelni, Kornélia, hogy ti dolgoztok, és akkor van olyan, ami bizony megy a kukába? Igen, nem egy, nem kettő. Végülis az édes termékeknél ott több volt, hogy most ezt úgy kell elképzelni, hogy mennyi ilyen 80-100 termék. Megcsináltuk, kisütöttük, nem sikerült, elsüllyesztő. De az a lényeg, hogy nem adjátok fel, nem a fánk szabad. Is pillanatokon igen. Belül kész lesz ugye normál ideig, addig még a rendes másik fánkot kell sütni, és akkor jövünk vissza, amikor megmutatjuk az elkészített termékeket. Hát íme a mai adás végeredménye,
A kenyér, ami igazán friss és illatos, és a fánk, bevallom őszintén, hogy engem most itt jelen pillanatban a fánk izgat jobban, de minden, ami még itt az asztalon található, szerintem számomra is ugyanolyan finom, de az értékét talán az növeli, hogy azoknak az embereknek, akik ez létszükséglet, pedig ugyancsak nagyon ízletes termék. Kornélia, te mondtad ezt a különböző sajtost, meg egyéb más termékeket, egy kis ízelítőt még hoztál nekünk. Hát én nem tudom, mit lehet kívánni így az adás végén, Kornélia, te mit mondanál a lisztérzékenyeknek, vagy egyáltalán azoknak, akik ma ebből az adásból tanulhattak? Hát jó sütést otthonra és kitartást, mert a kitartással új termékeket tudnak saját magunknak előállítani. És lehet, hogy én kívánjak nektek is a családnak ilyen kitartást és új termékeket? Végül is az van, az hál' Isten van. És mindig is fejleszteni szeretünk és előre haladni. Azt hiszem, hogy a lényeg pedig ebben rejlik. Egy fél édes fehérborral a könnyű pékáruhoz, ezzel kívánom azt, hogy mindannyiunk kedves egészségére, és most itt ennek a szónak azt hiszem még különösebb jelentősége van. Kornélia, sok sikert neked is, és örülök, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.